mai előadást régi kedves tanítványom Cimborán Zoltán fogja tartani, optikai kvantum számítógépekről. Cimbi 2008-ban doktorált itt az egyetemen, aztán 9 évig külföldön dolgozott Berlinben, és Londonban végzett kutatásokat, és 2017 óta a Wigner Kutatóintézetben, korábbi nevén KFK-ban dolgozik, most a kvantumszámítási elméleti csoportnak a vezetője. Sokan hallottak arról, hogy van egy nagy nemzeti kvantum számítógépes program, ezen sok kutatóintézet, egyetem, mindenféle intézmény dolgozik, ennek az egyik csoportja az övék is, és az a nagy cél, hogy kifejlesszük ilyen nemzetközi együttműködésben a kvantum számítógépet, amely majd mindenféle izgalmas dolgokat tud. Hát, hogy mi ez a sok izgalmas, ezt majd Cimbi elmesélje nekünk. Köszönöm, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm, DJ. Ja, bocsánat. Most már eltüntettem, ugye? Köszönöm szépen ezt a kedves bemutatást, és valóban én különleges számítógépekről fogok beszélni, nem csak kvantum számítógépekről, hanem általában számítógépekről, amelyeket optikával működtetünk. Ugye, hát ezek nagyon érdekesek, tehát fénnyel működtetjük őket, mert amikor általában beszélünk számítógépekről, mi jut eszünkbe? Hát gondoltunk a laptopunkra, vagy nagy ilyen szuper számítógép klaszterekre, mindenképpen az elektronika jut eszünkbe. De hát ugye ez nem volt mindig így, például számológépek esetén ugye voltak mechanikai számológépek korábban, és most hát egy válaszút elé érkeztünk több szempontból, ami a számítógépek fejlődése kapcsán, aminek az egyik kiútja az optikai számítógépek és az optikai kvantum számítógépek lehetnek. Érdekes módon, ugye egy másik szóval a számítógépeket kompjúternek nevezzük, ugye, és hát nagyon hozzászoktunk, hogy ezeket az eszközöket használjuk, de ugye az emberiségnek nem volt mindig lehetősége természetesen ilyen eszközöket használni. És maga a kompjúter szó, ez az angol szó, ez sokkal régebbi, mint amit ahogy a modern számítógépek megjelentek, még jóval azelőtt jelent meg, és teljesen más jelentett, érdemes ezzel kezdeni az előadásunkat. A kompjúter szó eredete még a 17. századig vezethető vissza, és 1613-ból ismert az első hivatalos hivatkozás, és egy foglalkozás jelentett méghozzá olyan emberek foglalkozását, akik különböző matematikai számításokat végeznek. Ez a foglalkozás egészen a 60-as, 70-es évekig létezett, és mindjárt bemutatom egy picit jobban, és itt mutatok például egy 1938-ból készült képet, amit a Mathematical Tables nevezetű gyűjteményhez számolták, itt kiosztották a különböző számításokat, és ezek az emberek teljes foglalkozásban ehhez számoltak különböző numerikus adatokat. És hát valójában az első ilyen nagy számolást, azt a francia forradalom alatt kezdték, és ez Gaspard de Prony indítványozta, amikor a nemzetgyűlés előtt, és meg is bízta 1791-ben a nemzetgyűlés, hogy adjon ki úgynevezett logaritmus táblázatokat. Ezek természetesen nem csak a logaritmusnak a táblázatai voltak, hanem nagyon különféle függvények, amik nagyon fontosak voltak az akkori tudományos és ipari világban. És akkor kidolgozott egy háromszintű rendszert, amiben volt 6 tervező matematikus, ezek között kiváló matematikusok voltak, mint Lejeune, meg Carnot. Ezen kívül volt 8 feldolgozó matematikus, aki kiadta a munkát embereknek, hogy pontosan mit kell számolni, és 80-an csinálták ezeket a számolásokat. Valójában a 80 ember közül egyébként nagyon sok fodrász volt, mert a francia forradalom alatt ugye megszűnt a nemeseknek a sok
tehát a nemesek már nem nagyon viselték ezeket a szép parókákat, vagy érdekes parókákat, és nagyon sok munka nélkül maradt fodrász volt, és azok jelentkeztek erre. Érdekes módon, ugye, hát mire kész lettek, 1801-ben tulajdonképpen a rendszer már meg is változott, amiben elkezdték, és nem adták ki akkor a táblázatukat, illetve csak néhány ilyen kisebb részt adtak ki, és még 1890-ben adták végül is ki ezt a teljes táblázatot. Egy másik ilyen híres eset, ahol használtak ezeket a komputer foglalkozású embereket, az a hollandiai, hát ha jól kiejtem ki, Absoluut Dijk, az a zárógátnak az építésekor volt. Ennek a munkának a szervezését, elméleti szervezését először Henrik Lorenznek adták ki, pontosabban ott ilyen hidrodinamikai számolásokat, aki ugye nagyon híres fizikus volt akkor már, már egy idősödő, már rég nyugdíjban ment fizikus volt, és tulajdonképpen ő neki egy ilyen tiszteletbeli pozíciót adtak, de kiderült, hogy ő nagyon jól megértette, hogy hogy kell leegyszerűsíteni ezeket a hidrodinamikai egyenleteket, amik szükségesek voltak a építkezés különböző fázisainál, és a, ezeket a leegyszerűsített számolásokat kiadták akkor szép rendesen egy ilyen 20 fős csapatnak, és 4 év alatt ezeket elvégezték, elindult az építkezés is, és kiderült, hogy minden teljesen úgy ment, ahogy a Lorenzer tervezte. Sajnos ő már nem érte meg ugye a zárógátnak a megépülését. És hát ez a foglalkozás amúgy már a elektronikus számítógépek megjelenése után is megmaradt. Sokszor használtak ezek az emberek kisebb számológépeket 50-es, 60-as, 70-es években, amikor még csak ilyen nagy elektronikus számítógépek voltak, még nem jelentek meg a kisebb, mindenki által használható. Egyetemeken, nagy cégeknél, kutatóintézetekben használtak. Itt például a NASA csapatát látjuk. Általában hidrodinamikai, ballisztikai, kvantumkémiai, az nagyon gyakran volt, és más tudományos számításokat végeztek. És nagyon érdekes története van ennek, amit mostanában kezdenek el feldolgozni. Míg az első képen, amit mutattam a Mathematical Table képén, ha megvizsgáljuk, a legtöbb ember ott férfi. És azért látunk pár hölgyet is, de a második világháború alatt nagy fordulat állt be ebben, és ezekben az amerikai nagy komputereket foglalkoztató cégekben, illetve kutatóintézetekben egyre inkább fölvettek tulajdonképpen emberhiány miatt nőket, és képzett nőket, és nagyon és egy idő múlva pedig afroamerikai nőket is. És kiderült, hogy nagyon sok magasan képzett nő csak így tudott bekerülni valamilyen szinten az akadémiai körforgásba, és aztán nagy karriert futottak be később, amikor már ez megszűnt ez a foglalkozás tulajdonképpen. Jó, hát akkor menjünk vissza akkor most a gépekhez. Ugye Babbage érdekes módon ugye pont egy a Duprenynek a logaritmikus táblázatával foglalkozott, illetve más logaritmikus táblázatán, amikor egyszer egy nap elbúbiskolt ott a Analytical Society szobáiba, és előrehajtotta a fejét, és akkor bejött egy másik tagja az Analytical Society-nek Cambridge-ben, és akkor megkérdezte, hogy nos, Babbage, mit álmodsz? Amire azt válaszolta, hogy azt gondolom, hogy ezeket a táblázatokat, rámutatva a logaritmus táblázatokra, géppel ki lehet számítani. Babbage-et nagyon is foglalkoztat ez az ötlet, hiszen ez egy népszerű ötlet volt ugye már a ipari forradalom során, hogy mondjuk úgy, hogy azért nagyon automatizált munkákat kiadjuk. Ugye hát ez elsősorban fizikai munkára vonatkozó, a szövőgépek a szövésre, de ő pont ennek mintájára azt gondolta, hogy ezt is automatizálni kéne a számítást. Ennek egyébként azután mély matematikai következményei lettek ennek a gondolatnak, amire mindjárt ki fogok térni.
és megalkotta az ötletét egy ilyen gépnek, ami kiszámolná különböző függvényeknek a táblázatait. Ő megadta pontosan, hogy milyen függvényeknek, egy ilyen célgép volt ez az első gép, a differenciálgép. El is kezdte építeni, ez, amit mutatok, ez tulajdonképpen a fiai által még részben megépített gép, de hát ez csak egy ilyen kis része, ő maga sose építette meg, később azután inkább érdekességképpen fölépítették ezt a differenciálgépet. Egy másik nagyon fontos gondolata is eszébe jutott, hogy hát, hogyha ezt a számolást pont meg lehet csinálni, ilyen táblázatok készítését, akkor esetleg bármilyen számolást meg lehet csinálni, és arra jutott, hogy igen, és megtervezte az analitikai gépet, ami szintén ilyen mechanikai eszközökkel működő gép lett volna, és manapság ezen csodálkoznak, hogy jutatott valakinek ez már akkor eszébe, hogy ez egy univerzálisan programozható gép volt, és lyukkártyával kellett programozni. De nem olyan meglepő, hiszen, mint mondtam, ő a hagyományos, az emberi ilyen robotikus tevékenységeket felváltó gépekről mintázta ezt, hogy aki egy ilyen gondolkodó gépnek a megkonstruálását, és a szövőgépek akkoriban már lyukkártyával dolgoztak érdekes módon. Jó, na most hát azt mindannyian tudjuk, hogy ez hát nem volt egy nagyon skálázható dolog, azért nem lehetett itt mindent kiszámolni, bár szép példák voltak, amit például a zárógát megépítése, és az egyik ilyen végszót pont Neumann János csinálta, amikor a vezetésével megkonstruálták az ENIAC számítógépet, ugye akkor még ezt nem simán kompjúternek hívták, hanem electronic computer, pontosabban electronic numeric integrator and computer, ugye, hogy megkülönböztetjék a kompjúter foglalkozású emberektől, és kiadott egy nagy egyenletrendszer megoldását, hogy Gauss eliminációval végezzék el, és egyszerre kezdték el beprogramozni ezt a gépbe, és a Mathematical Tables emberei, ez ugyanaz azok az emberek, akiket mutattam 10 évről korábban, vagy hát ugyanaz a csoport, hát lehet, hogy persze az emberek változtak, 48-ban elkezdte azt kiszámolni az ő saját módszereikkel, és nekik 21 napig tartott, míg az ENIAC 9 óra alatt oldotta meg a Neumann feladatát, ami egyfajta ilyen pontot jelentett természetesen erre a foglalkozásra, annak ellenére, hogy mondom, hogy ez azért még a 50-es, 60-as években még tovább létezett. És hát azóta is ugye az elektronika az uralja a számítógépek világát, és nem csak és ezáltal tulajdonképpen óriási változás állt be a világban is. Tehát nagyon sok tudományos, ipari eredmény azáltal vált lehetségessé, hogy igazából egy exponenciális növekedés volt itt az elektronika világában, amit először a Gordon Moore fogalmazott meg, aki a Intel alapítója volt. Ő azt mondta, hogy ezt igazából csak így a 70-es években mondta, megbecsülte 1975-ben, hogy az integrált áramkörökben lévő tranzisztorok száma úgy tűnt neki, hogy minden 18. hónapban megduplázódott. Tehát egyre több tranzisztor volt, amit ő úgy gondolt, hogy ez nagyjából a teljesítménnyel is arányos volt, illetve sebességgel is, erre majd egy kicsit visszatérünk. Aztán egy picit módosították, hogy akkor ez nem is 18 hónap, hanem 2 év, 24 hónaponként, de tulajdonképpen ez a trend tartotta magát rendkívül hosszú ideig. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor ez már talán már mennyi is az 40, több mint 45 éve volt már. Szóval 47 éve, tehát nagyon hosszú ideig tartotta magát a trend, egy exponenciális növekedés, és ez rendkívül nagy hatással volt a mindenféle fejlődésre.
Egyébként mások azt mondják, hogy ez a fejlődés tulajdonképpen már korábban elindult, mert ugye a komputerek is, ahogy mondtam, ők is már használtak különböző mechanikai, elektromos számítógépeket, és amikor elkezdték a különböző az ENIAC-ot, meg a Colossus és más ilyen korai számítógépeket építeni, akkor ugye előjöttek ezek a egyszerű elektronikus elemek, és hát egy nagy fejlődés történt, amikor a tranzisztort bevezették, és amiről mi beszélünk, az integrált áramkörök is. Hát itt, amit mutatok ez az ábra, ez nem a tranzisztorok száma, hanem az, hogy mennyibe, hogy egy dollárért, tehát egy számítás, hogyha egy dollárt adunk egy számításért, mennyit tudunk abban számolni percenként, hány számítást tudunk végezni, és itt is úgy tűnik, hogy már nagyon hosszú idő óta, talán egy közel egy évszázad óta van egy ilyen exponenciális szintű fejlődés. Bár sokan beszélnek arról, hogy a Moore törvény halott, ugye, hogy ez már nem érvényes többé, ez ebben a szűk értelmében, ahogy a Moore megfogalmazta, tranzisztorok, az integrált áramkörökben lévő tranzisztorok száma, ebben a tekintetben ez nem igaz. Ami viszont valóban igaz, az az, hogy más a Moore törvényhez hasonló törvények, azok már kezdenek tulajdonképpen érvénytelenné válni. Az egyik a Robert Dennard által fölállított, szintén hasonló ilyen törvénye, megfigyelésből alkotott törvény, ami azt mondja, hogy kimondja azt a tételt, hogy tulajdonképpen a tranzisztorok számával maga az órajel is, tehát a számítások mondjuk a gyorsasága is növekedni fog, és az energia, amit bele kell fektetni egy számításba, egy adott számításba, az csak csökkenni fog, és akkor, hogyha többet számolunk, akkor az energia csak konstans marad, nem is nagyon növekedhet. És hát az a helyzet, hogy ez nem vált most már teljesen be, és itt például látjuk az órajelet, a zölddel jelent. Az órajel igazából már nem növekszik a mostani számítógépekben jelentősen, nem növekszik jelentősen, és ennek az oka az az, hogy a kisebb és kisebb tranzisztorokkal, amit tulajdonképpen egy kapcsolónak foghatunk föl, és az, hogy hogyan kapcsoljunk be ott, akkor rá kell adni tulajdonképpen egy feszültséget, áramot kell ráadni, és igazából a feltöltése és a kisülése a tranzisztornak az ad egyfajta sebességet a gépnek. És valóban, hogyha kisebb a tranzisztor, akkor gyorsabban tudjuk azt feltölteni, és gyorsabban tud kisülni. Tehát tényleg van egy gyorsítás, amivel tudunk gyorsítani akár a frekvencián is. De kiderül az, hogy sajnos, ahogy kisebb és kisebb méretek felé haladunk, már egyre inkább lesznek ilyen kóbor áramok, egy jelenségek, amikor tulajdonképpen ilyen likics történik, egy kifolyás, áramkifolyás, és igazából több energiát kell beleadni, ott zajok történnek, és nem tudjuk felnövelni igazából a frekvenciát, tehát kisebb feszültséget kell ráadni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem fog annyival növekedni, lineárisan nőni a számítás gyorsasága. És ez az egyik nagy problémája a jelenlegi számítógép architektúráknak, amit így vagy úgy megpróbálnak oldani. Egy másik probléma, az is a mérettel kapcsolatos, hogy ahogy mennek lejjebb és lejjebb a mérettel, elkezdenek egy olyan mérettartományba belejutni, amiben már nagyon erősek lesznek az úgynevezett kvantumos effektusok. Erről valószínűleg egy kicsit majd később beszélek az előadás folyamán. Tehát ott már nem lehet ezekkel a hagyományos eszközökkel dolgozni. És a optikai számítógépek, azok egy ilyen kiutat jelentettek ebbe a gyorsabb számítások felé. És milyen, itt mutatok pár ilyen chipet a különböző gyártóktól, meg ilyen, hát ilyen szép képeket, amiket itt, reklámképeket, amiket mutatnak ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen az optika
az egyre inkább megjelent a számítástechnikában. Hát ha abba belegondolunk, hogy valójában az optikai kábelekkel folyik most már nagyon gyakran a kommunikáció, tehát azokat aztán majd csatolni kell az elektronikai rendszerekhez. És tehát jobb a kapcsolat a különböző gépek közötti kapcsolat ahhoz kell az optikai, ez lemaradt. Illetve most már próbálkoznak olyanokkal is, hogy a gyorsabb processzoron belüli átvitelt akarnak, tehát magyarán csak a processzoron belül, ahogy adatátvitel kell, akkor azt optikai eszközökkel végezzék el, és elnézést itt a tipóért, a utolsó pont az lett volna egyik legfontosabb, hogy megpróbálnak tranzisztorokat építeni, de már sikerült is tranzisztorokat építeni optikai számítógépekkel, és ezen tranzisztorokkal akkor magukat a műveleteket is elvégezni. És az a jó ezekkel a tranzisztorokkal, ugyan ezek méretben ugye nagyobbak, jóval nagyobbak, mint az elektronikai tranzisztorok, viszont már most felveszik gyorsaságba a versenyt, és egyértelmű vált, hogy ezeknek a gyorsaságát lehet növelni. Tehát ez az egyik kiút a klasszikus számítógépeknek az optikával vett integrálására, sőt, egyre inkább optikai számítógépek kiválásához. Egy nagyon érdekes célgépet is, célszámítógépet is kitaláltak egy optikait, ami neurális hálókat képes, azokkal képes jól számolni. Ugye most hallottuk, hogy a következő előadása pont ez ilyen neurális hálókról fog szólni. Ez a gépi tanulásban nagyon fontos, és hát akkor mindenkinek ajánlom, hogy akkor a következő előadást hallgassa meg, és hát ahogy a neve sugallja, ezeknek valahogy a neuronokhoz van közük, méghozzá úgy van közük, hogy volt ez a standard matematikai modellje, amikor kigondolták, hogy működnek az agyban a neuronok, hogy hogyan tanulhat egy ember, és ezt úgynevezett mesterséges neurális hálókkal, de most már annyira beválták, hogy a mesterségeset feladják, absztrahálták. És ezen mesterséges neurális hálók, amikor egy ilyen mély tanítást végezzünk, azok úgy néznek ki, mint itt jobb oldalt ez az ábra, hogy tulajdonképpen itt ilyen egy úgynevezett mátrixorzásos művelet csinálunk, tehát hogyha ilyen négyzetekben vagy rendezett számokat szorzunk össze egy vektorba rendezett számokkal, ilyen lineáris algebrai műveleteket hajtunk végre, nagyon gyorsan, és utána ezt egy nem lineáris függvényt is hattatunk, és ezt nagyon gyorsan egy ilyen tanulás folyamán nagyon sokszor kell végrehajtanunk, mert itt tulajdonképpen egy ilyen optimális paramétereket kell megtalálnunk. Hát ilyenekkel nagyon jó dolgokat lehet csinálni, például képeket be lehet tanítani egy ilyen hálót nagyon gyorsan, hogy megkülönböztessen macskákat és kutyákat, ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy bevezetnek egy ilyen veszteségfüggvény nevezetű fogalmat, és azt akarják minimalizálni, és hogy ha az minimális, akkor beadsz egy kutyak, akkor az úgy működik már, az a háló, hogyha beadsz egy kutyaképet, akkor kiadja az egyet, hogy az kutya, beadsz egy macskaképet, akkor a nullát, hogy az macska, és egy ilyen műveletet rengetegszer kell ezt elvégeznünk, és nagy mátrixokkal sokszor, és érdekes módon ez nagyon egyszerű optikai elemekkel elvégezhető, és ennek a kísérleti demonstrációja is megvolt ebben a híres cikkben, amit itt mutatok, ami nem is annyira régi, 2014-ben jelent meg a nagy presztízsű Nature Photonics újságban, van egy ilyen kis kép, és tulajdonképpen itt, amiket itt látunk, ez itt maga a chip, ez megvalósít ilyen interferométerek. Ezeket az interferométerek, ezeket itt láthatunk ilyen sematikusan itt a B oldalon, ezek valósítják meg a úgynevezett mátrixorzást, és az egyszerű nem lineáris műveletet, az egy ilyen nehéz művelet, az pedig
nem lineáris optikai transformációkkal végzik. Ez mind klasszikus, megjegyzem, itt még semmilyen kvantumos jelenség nincs, tehát ez simán ilyen lézerfénnyel megoldható dolog. És hát ez nagy szenzáció volt, ez az eszköz, tulajdonképpen nagy szenzáció lett. Ezt a MIT-n és a Stanford kutatócsoportjai közösen csinálták, és érdekes módon, illetve hát ez most már elég gyakran a tudományban, hogy ugye hogy van az, aki a főmunkát csinálja, ez az első szerző. Itt két első szerző volt egy ilyen, Yi-Chen Shen és Nicholas Harris, és azon nyomban megkeresték őket befektetők, és két nagyon jól menő startupot nyitottak, amik ilyen optikai célszámítógépeket csinálnak, tehát ezek már tulajdonképpen tényleg a iparban elkezdődik a beolvasztásuk. Itt érdemes főleg hát a mai napon a geopolitikai dimenziójáról is beszélni. A Yi-Chen Shen cégében tulajdonképpen kínai befektetők szálltak be, és most már a bázisa végül is Kínában van, és a Nicholas Harrisben meg amerikaiak, és az egész körül ez egy ilyen, kitört egy ilyen, hogy egy ilyen hype, hogy már tulajdonképpen teljesen polarizálódtak ott a befektetők, hogy az egyikben csak amerikaiak, a másikban csak kínaiak, és hát ilyen részben titokban dolgoznak, hogy ezeket az optikai neurális hálókat tudják, hogy ezekkel tudjanak dolgozni, és kifejleszteni minél jobb optikai neurális hálókat. Számomra fizikusként ez már egy nagyon érdekes dolog, tehát itt az történt igazából, hogy különböző fizikai jelenségeket használtunk, amikor a számításnál volt. Tehát először ugye csak a komputere állásban lévő személyek, ugye azok csak számoltak papíron, meg táblázatokat használva, utána mechanikus számítógépeket, tehát ott egy ilyen mechanikus, utána pedig elektronikával néztünk, és most pedig már fotonikával nézünk. És itt jön be egy nagyon érdekes dolog, hogy ezek a számítógépek, ezek teljesen klasszikus számítógépek, azonban fotonika nagyon közel áll a kvantumoptikához. Gyakorlatilag testvérterületek, és ezen számítógépekkel kiderül, gyakorlatilag változtatás nélkül ezeket lehet átvariálni úgy, hogy kvantum számítógépenken használjuk. Tehát, hogy egy más üzemmódban, erről majd egy picit beszélek, amikor rátérünk, ezek majdnem egy az egyben használható kvantum számítógépként. Mit jelent a más üzemmód, akkor azért jelzem. Azt jelenti, hogy nem ilyen gyenge koherens fényt, vagy illetve gyenge lézer fényt teszünk bele, hanem mondjuk egy fotonforrásokat teszünk bele, és a mérések azok meg fotonmérések lesznek. És itt ezek már optikai kvantumszámítógépeként is használhatók. Amikor még kutatóként dolgozott a két úriember, aki a CEO-ja annak a két cégnek, a Light Matternek és a Light Intelligence-nek, akkor ők egyébként foglalkoztak a kvantumos verzióval is, de most úgy tűnik, hogy azt egy kicsit a távolabbi jövőbe teszik, és hát nyilván a befektetői nyomásra is ők inkább a klasszikus irányt vették. Én izgalmasabbnak tartom a kvantumosat, és hát akkor térjünk is rá erre a kvantum számításra. És ahhoz, hogy valóban bemutassam a kvantum számítást, ismét csak vissza kéne nyúlnunk Babbage-hez és a számítástudomány kezdetéhez. Ugye a Babbage, amikor elbóbiskolt, akkor nem csak, akkor ugye arra gondol csak, hogy hát ezeket a nagy táblázatokat, ezeket számolja már ki egy gép, ne egy ember számolja ki, de rögtön utána kiváló matematikusként és polihisztorként eszébe jutott az is, hogy mi lenne, ha bármilyen számítást ki tudna egy ilyen gép számolni, és ezáltal megalkotta ugye az analitikai gép fogalmát, vagy hát az egy speciális verziója volt, az univerzális számítógép fogalmának. Ennek a matematikailag precíz definíciójához persze egy 100 évvel később került sor,
közel 100 évvel később, Alan Turing, aki szintén Cambridge-ben volt, mint Babbage, által, aki megalkotta ugye a Turing gépet, ami egy ilyen, hát itt van egy ilyen, tulajdonképpen egy megépített változata, de hát ilyet sose használnak, ezt igazából egy ilyen gondolatkísérletként gondolta ki, amiben van egy ilyen író-olvasó fej, és egy szallag, és azt mondta, hogy ez egy, hogy ez a univerzális számítógép elméleti konstrukciója. Később azután Boole és mások megmutatták, hogy tulajdonképpen ilyen logikai kapukkal is definiálhatjuk az univerzális számítógépet, és pontosan ugyanazokat a számításokat tudjuk elmondani. Boole kapuknak is hívjuk most, mint a Turing gép, és hát az közelebb is áll ugye a mostani klasszikus számítógépeknek a felépítéséhez. És hát ez egy nagyon nagy jelentőségű, egy egyszerű dolognak tűnik, de egy nagyon nagy jelentőségű dolog volt a matematikában, és a, tulajdonképpen a filozófiában és a számítástudományban ennek a felfedezése. És hát ezt az úgynevezett Church-Turing tézissel jellemzik, Church is egy angol matematikus, aki ezen dolgozott, hogy azt, ami azt mondja ki, ez egy ilyen tulajdonképpen filozófiai állítás, hogy minden formalizált probléma, ami megoldható egy adott számítógéppel, az megoldható Turing géppel is. Azaz azt mondják, hogy bármilyen számítógépen van, a számítás fogalmát akarták így megfogni, hogy bárhogyan számítok ki egy problémát, ugye lehetnek olyan problémák, és hát ilyenről külön egyébként tudunk, amit nem tudunk kiszámítani, de hogyha valamit ki tudunk számítani, akkor azt egy Turing géppel is ki tudjuk számítani. És van az erős Turing, Church-Turing tézis, ami a bonyolultság elméletnek az alapját adta, ami azt mondja, hogy a Turing gép aszimptotikus számítási teljesítménye nem múlható felül. Mit értünk ez alatt? Ez alatt azt értjük, hogy ha akarunk kiszámítani valamit, például azt akarjuk, hogy ha kapunk egy mondjuk egy problémát, aminek a nehézségét egy n egész szám jellemzi. Legyen ez az n egész szám, az a számjegyek száma egy nagy egész számban. Jó, például. És az a problémánk, hogy találjuk meg a prim faktorait. Jó? Akkor tudok egy programot írni egy bármilyen gépre, mondjuk a Turing gépre is, meg egy másik számítógépre is, és a lépések száma, ahány logikai lépés kellett tennem, ahány számítási lépést, az akármilyen volt a számítógép, nagyon hasonló, ami alatt azt értünk, hogyha mondjuk az egyikben a Turing gép az mondjuk exponenciális sok lépést tett meg, akkor a másik is exponenciális sok lépést tesz meg. Esetleg van egy polinom overhead a kettő között, tehát egy polinommal való szorzása exponenciálisban, de nem változtatja meg a nehézségét jelentősen. Ha valamit meg tudunk oldani polinomiálisan, ha egyik géppel, akkor azt a Turing gép is meg tudja oldani polinomiálisan. És ezt egy ilyen nagyon mély tételnek gondolták a matematikusok, amit gyakorlatilag úgy gondolták, hogy tézisnek inkább, hogy ez itt megfogta egy axiomának, vagy itt megfogtak valamit, ami a fizikai világtól hoz tulajdonképpen bármilyen világban igaz lenne, nincs kapcsolat a fizikai világgal ilyen értelemben, vagy azon felülálló dolog, és ez az univerzális számítás, és ezt így kell mondani. És hát az történt, hogy sokszor, amikor a matematikusok ilyeneket gondolnak, például a térnek a geometriájának a univerzalitása, meg hasonló, ilyenekkor a fizikusok beleköpnek a levesbe, és ebben az esetben is ez történt. Egy híres Nobel-díjas, és egyben fene gyerek fizikus, Feynman, igazából nagyon érdekelték ezek a számítások, a számítógépek is, és hiszen igazából öregkorában ez egy óriási területté kezdett kifejlődni, és szerette volna azt is, hogy fizikai problémákra megnézi, hogy kell ezeket alkalmazni. És hát tulajdonképpen ezzel sokat foglalkozott. Vannak írásai, amit ki is adtak egy nagyon jó kis könyvbe, ez a Feynman Lectures on Computation, tehát a Feynmannak a
számításról való előadásai, de ezek igazából inkább cikkek összessége. És az alapvető problémája az az volt, hogy ugye hát a kvantummechanika uralja a fizikai világot. És a kvantummechanikai problémákat akarunk megoldani, de ott egy problémába esünk, amikor klasszikus gépekkel akarjuk megoldani. Kiderül, hogy a kvantummechanikai problémák azok valamilyen értelemben inherensen lineárisak. Tehát ez nagyon jó lenne, tehát tulajdonképpen egy valamilyen lineáris differenciál egyenlettel, vagy egy lineáris egyenlettel is lehet őket kezelni. Azonban, hogyha több és több rendszert veszünk, ezeknek a lineáris egyenletek, amiknek kell kezelnünk, a mátrixoknak a mérete, azok exponenciálisan nagyok lesznek. És az egy nagy probléma. Például ugye ezt a problémát vetette föl, hogyha veszünk 300 darab atomot, amiben kiszemelünk csak két állapotot, tehát veszünk három darab kvantummechanikai kétállapotú rendszert, és hogyha ennek akarnánk egyáltalán ennek a rendszernek egy általános, az állapotának egy általános leírását akarjuk megadni, akkor ennek az állapotnak a megadásához több bitre lenne szükségünk, mint a látható univerzumban lévő atomok száma. Hát ez nem hangzik valami jól. Ugye akkor megkérdezhetjük, hogy jó, csak ezzel a módszerrel lehet számolni, ezzel a lineáris diff-egyenlettel is. És kiderül, hogy nem, de ha meg nem úgy számolunk, akkor meg nagyon bonyolult számításokat kell végezni. Úgynevezett általa bevetett ilyen Feynman integrálokat, amikről majd itt talán a Nógrádi Dániel is fog beszélni, amikor a következő atomcsill előadásán, és azok nagyon-nagyon, hogyha azt precízen akarja az ember csinálni, azok nagyon-nagyon sok időt vesznek igénybe. Tehát azt meg lehet csinálni, ott belefér az adat a számítógépbe, de azoknak az meg egy nagyon-nagyon hosszú számítás. Tehát itt volt egy ilyen problémája Feynmannak, hogy mintha klasszikus számítógépekkel, amik kezdtek kifejlődni a 60-as, 70-es években, fizikusok nem tudnak annyira sok eredményt elérni a kvantummechanikában. És akkor hát egy ilyen viccesen, ugye hát mondtam, hogy fene gyerek volt, amit ez a kép is egyébként bizonyít, amit a Nobel-díj átadásán, a saját Nobel-díj átadásán csinálták ezt a képet, ezt a Margit Dán királynő ül mellette, és ezt a jelenetet, meg a vele való beszélgetés megörökíti a You Are Joking, Mr. Feynman című önéletrajzi könyvébe is. Mindenkinek ajánlom, hogy azt olvassa el. És azt fogalmazta meg egy előadásában, amit 1981-ben tartott az Amerikai Fizikai Társulat ülésén, mint egy ilyen vezérelőadó, hogy itt látszik, ezt szokták pont amiatt hangoztatni, mert ebbe a fene gyerekessége is benne van ebbe a mondatban, hogy a természet nem klasszikus, és akkor ezt ki kell fütyülni, és ha a természetet szeretnéd szimulálni, akkor inkább kvantummechanikai módon tedd ezt. Ez egy csodálatos feladat, mert nem tűnik olyan egyszerűnek. Ezt szoktál mindenki hivatkozni, ennek az angol verzióját. Én sokkal jobban szeretek a következő mondatot, ami pár bekezdéssel odébb van. Hogyan szimulálhatjuk effektíven a kvantummechanikát? Ez talán megtehető egy új típusú géppel, a kvantumszámítógéppel, írja, ezt a szót le is írja akkor, és ez már nem egy Turing gép. És ez alatt azt érti, hogyha ugyanazt a gondolatot fogalmazza meg, mint az előbb, hogy tehát, hogyha van egy fizikai rendszerünk, ami kvantumos, és nem tudjuk a mi hagyományos számítógépainkkel jól, effektíven szimulálni. Tehát például exponenciális időbe telne, hogy szimuláljunk valamilyen egy időfejlődés, kvantummechanikai időfejlődést, vagy egy alapállapotnak a megtalálását. Akkor hogy lehet az, hogy miért nem csináljuk azt, hogy építünk kvantummechanikai rendszereket, amik nagyon hasonlóan, vagy majdnem pontosan ugyanúgy viselkednek, mint az a rendszer, amit le akarunk írni, simán hagyjuk ezt a
időfejlődni ezáltal, és kimérjük, hogy milyen a rendszer, és ezáltal akkor megkapjuk tulajdonképpen azt, amit szeretnénk tudni. És hát akkor tulajdonképpen itt egy számítást végeztünk el. Itt nem bitekkel dolgoztunk, hanem kvantummechanikai kétállapotú rendszerekkel, úgynevezett qubitekkel. És akkor ezt nevezte el kvantumszámítógépnek. És hát ez egy forradalmi gondolat volt. Miért? Mert hát az előbb mondtam azt, hogy tulajdonképpen a matematikusok azt gondolták, hogy a fizikától függetlenül, ha valamit egy Turing-gép ki tud számolni, akkor polinomiális overheaddel, tehát majdnem ugyanolyan effektiv, vagy tehát gyakorlatilag ugyanolyan effektivitással valamilyen számítógéppel ki tudjuk számolni, akkor egy Turing-géppel is ki tudjuk számolni. De ezeket a kvantummechanikai kérdéseket nem tudjuk kiszámolni Turing-géppel, de egy másik, máshogyan megépített kvantummechanikai rendszerek ki tudjuk számolni. Tehát itt az történt, hogy a matematikusok tévedtek, nem csak ez a fajta számítás létezik, amit ebben gondoltak, ezeket hívjuk most klasszikus számításnak, hanem létezik a kvantumrendszerekkel végrehajtott számolása, kvantumszámítás. És 81-ben írta meg ezt a cikket, és lassan folyt bele a 82-ben ki is adták, most 81-ben adta elő az előadását, 82-ben ezt kiadták, és lassan a köztudatba elkezdett beszivárogni szkepticizmussal, de egy nagyon híres MIT-beli matematikus rákapott az ötletre, aki Peter Shor volt, aki egy nagy meglepetést csinált, hogy itt most nem csak az van, hogy egy ilyen számítógéppel a fizikusoknak a kedvenc problémáit tudnánk megoldani, hanem matematikusoknak is meg tudjuk oldani a kedvenc problémáját, egyik kedvenc problémáját. Például egész számok prím szám tényezőre bontását. Tehát ha van egy nagy egész számunk, illetve van két prím számunk, tegyük fel, ha azt összeszorozzuk, akkor azt nagyon könnyen meg tudjuk csinálni a számjegyeknek, a egyiknek mondjuk n számjegye van, a másiknak is n, akkor igazából a számjegyeknek egy ilyen polinomiális időben, polinomiális, a számjegyek számának polinomiával megy az az idő, amivel ezt a számítást végre tudjuk hajtani. Azonban, ha nem adtuk meg, hogy milyen két prím számom volt, hanem van egy nagy számom, ami két prím szám szorzata, és megkérdezett, hogy melyik két prím szám szorzata, akkor ezt a matematikusok igazából csak nem tudják polinomiális idő alatt egy klasszikus számítógéppel eldönteni, legalábbis most még ilyen algoritmust nem tudunk, és lehet, hogy nincs is, hanem a számjegyek számának a köbgyökének az exponenciálisával, tehát egy minden polinomnál gyorsabban növő függvénnyel ennyi ideig tartana. Míg Shor adott kvantum számítógéppel egy olyan megoldást, amiben csak a számjegyeknek a köbével nő a kvantum, elemi kvantumműveletek száma, amit végre kell hajtani, tehát az idő az csak annyival fog nőni. Egyébként ezt azóta már javították is tulajdonképpen a számjegyek négyzetével, logaritmikus faktor is benne van, az annyival is lehet, azzal is már meg lehet oldani, tehát a D négyzet log D-vel annyi lépés alatt. Tehát és ekkor ebben a 90-es évek elején, amikor a Shor rájött, akkor hát fölrobbant ez a dolog, tehát akkor itt lehet ezt nagyon használni, és már azért is fölrobbant, mert a bankok és mások is egy picit elkezdtek rezegni, ugyanis a titkosítás, akár a e-mailes titkosításunk, az pont azon alapszik, az RSA rendszer, hogy a két számot összeszorozni egyszerű, de két prím számot, de ha adunk egy nagy számot, hogy fölbontsuk a prím szám tényezőre, az egy nehéz feladat. Ennek a irreverzibilitása az egy problematikus pont. És hát igazából 2019-ben jutottunk oda el, hogy egy 53 kubites gépen a Google mutatott egy feladatot, egy mintavételezési feladatot, ami nem volt túl izgalmas, de amit egy klasszikus számítógép nagyon nehezen tudna megoldani, most azt sarcolják, hogy ők akkor azt sarcolták, hogy 10.000 év, most erről van kérdés, hogy ezt lelejjebb lehet-e vinni, minden esetre még ezt, pont ezt a feladatot nem tudta senki megoldani gyorsabban, és ők ezt demonstrálták,
53 kubiten. De ez nem volt egy hasznos feladat. És megkérdezhetjük, hogy mikor lesznek majd hasznos számítógépek, és hát a Google és a IBM tervei azok, hogy mondjuk, lehet, hogy 2029-re, a Google ezt ki is mondja, ők terveznek egy, nem, most már ilyen 100 kubites gépek, de akkor egy 1 millió kubites gépet, amit amiben ezek a fizikai kubitek száma, és ebből úgynevezett logikai kubiteket keletkeztetnek, ami 1000, és az már hasznos lehet bizonyos fizikai folyamatok kiszámolására. És né, nem áll olyan messze attól is, hogy a mostani biztos a rendszert, a RSA rendszert ezzel a primszám tényezővel fölbontsa, mert itt van szintén egy cikk a Google-tól, amiben bemutatják, hogyha 20 millió fizikai kubitünk lenne, és ugyanolyan minőség, mint ami most van, akkor a kvantumos hibajavítással ezt kezelve, és 20 ezer logikai kubitet ebből legyártva, 8 óra alatt föl tudnánk törni a 2048-as bites RSA kódot. Tehát talán nem vagyunk messze, de azért ez egy kétséges dolog, hogy most messze vagy közel vagyunk. Egyelőre most egy olyan tartományon vagyunk, ahol az ilyen mintavételezési algoritmusokat tudjuk jól kezelni. Sajnos a Google nem volt olyan izgalmas, de egy izgalmasabb mintavételezési algoritmust csináltak a helyfeji tudomány és műszaki egyetemen Kínába, ami fotonokat használt. És pontosan ugyanolyan interferométer, olyan jellegű interferométerre, technikailag teljesen más, ezek nem egy integrált fotonikai csippen mentek, hanem szabadon, de a számítás, amit végeznek, az pontosan ugyanolyan, csak most kvantumosan, mint amit mondtam, hogy az a célgép, ami tulajdonképpen csinálná a neurális hálóknak a matrix szorzást, azt csinálna, tehát egy nagyon hasonló számítást csinál, csak ennek egy kvantumos verzióját csinálja, és ott egy ilyen mintavételezési feladatot oldunk meg, és ők mutattak egy 2020-ban, tehát a Google kísérlet után egy évvel, szintén egy ilyen kvantumfölényt mutató eredményt. Azóta egyébként ők is szupravezető kubitekkel is csináltak egy a Google, ez nagyon hasonló kísérletet, csak több kubittel, egy 10-10-el több kubittel megcsinálták azt a kísérletet. És ugyanez a csoport, ha már itt tartunk, volt az, aki az úgynevezett kvantum szatellittel megcsinálta megcsinált ilyen titkosított kvantum kulcs elosztást, illetve kvantumosan titkosított kulcs elosztást, ami a kvantum kommunikációnak az egyik fő alapalgoritmusa. Bécs és Helyfej között, azt hiszem. Jó? Na, de mit lehet ezekkel a mintavételezésekkel csinálni, ha van egy ilyen interferométerem? Például beleágyazhatok az interferométerben valamilyen érdekes módon, tehát programozhatom ezt, úgy, hogy legyen egy valamilyen értelemben egy gráfnak a szomszédsági mátrixát írja le, és tehát egy gráfnak a struktúráját írja le, és a kiolvasott adatokból, amit mintavételezek, azok ilyen sűrű részgráfok, tehát hogyha például gyakran keresünk klikkeket, tehát ilyen nagyon sűrű részgráfokat, arra például egy jó megoldást nyújthat ez a dolog. De amire valóban szeretnénk használni, az, hogy egy kvantumos verzióját nézzük a neurális hálózatoknak is. Hát nagyon sokan nézték ezt most már, ez egy divatos téma lett, és kvantum optikával, és hát itt az történik, hogy itt a, úgymond ezek az egyszerű ilyen klasszikus mátrixorzás helyett itt ilyen hullámfüggvényeknek a unitér időfejlődését nézzük, ami valamilyen értelemben egy sokkal nagyobb dimenziós téren, mint amit akár leírhatunk ezekkel a klasszikus neurális hálókkal, egy hasonló műveletet csinál, egy ilyen úgynevezett mátrixorzásos műveletet csinál, tehát egy nagyon másik téren, és bevezethetünk ott is egy ilyen
ezt a függvényt, amit minimalizálni akarjuk, ez a veszteségfüggvény, és ezáltal trénelhetjük ezeket a kvantumos neurális hálózatokat. És a egyik diákommal, Nagy Dániellel, csináltunk is, amit meg fogok mutatni, egy ilyen kis kísérletet, és tényleg azt mutatta, hogy a kvantumos neurális hálók, azok valószínűleg erre nagyon alkalmasak lehetnek, de kísérletileg is ezeket jól meg lehet valósítani. Két cég is megvalósítja, tehát mondtam, hogy gyakorlatilag az a két kínai és amerikai cég, a Lightelligence és a Lightmatter, és meg tudnák valósítani, de ők a klasszikus irányba mentek el, de kvantumos irányba ment el két másik cég, az egyik a Xanadu, a cég, akinek vannak ilyen pont ezt végrehajtó ilyen interferométerei, ilyen kvantumos interferométerei, amiben úgynevezett nyomott fényt tesznek be az a bemenet, és akkor és egy ilyen mint egy ilyen gaussi mintavételezést csinál, amiről úgy tűnik, hogy ez klasszikusan nehéz, és be lehet, hogy érdekes problémákat lehet beágyazni. Egy másik cég, az egy európai cég, a Qwix, akinek itt látható a kis csipje, ami ugyanezt elvégzés, erre mindjárt majd vissza fogok térni, csak hogy megmutassam akkor a Nagy Dániellel, amit csináltunk. Ott ilyen megerősítéses tanulással próbáltunk, kvantumos megerősített tanulással megoldani ezt a klasszikus problémát, ugye az OpenAI Jim-nek egyik problémáját, hogy egy kis autó van, és azon egy ilyen rúd, ott próbálunk egyensúlyozni, és ez az egyik ilyen klasszikus feladat, ugye ez pont ebben az OpenAI Jim-ben szerepel, amit tulajdonképpen ilyen nagy a Silicon Valley-ben lévő nagy tech befektetők igazából hoztak létre. Ez egy ilyen, tulajdonképpen ezek ilyen feladatok, megoldást kell találnunk valamilyen módon. Ők Elon Musk és mások voltak, ugye ezt azért csinálták, hogy ők hivatalosan az volt a magyarázat, hogy ők félnek attól, hogy a mesterséges intelligencia az túlnövi az emberiséget, és akkor ők szeretnék ezt, hogyha minden nyílt lenne a mesterséges intelligencia kutatásban, és akkor a megerősítéses tanulással foglalkozó emberek itt osszák meg a különböző kódjaikat, és hogy ezeken tréneljenek, ezeken a feladatokon. És akkor mi, főleg a Nagy Dani, és egyébként Erik Szoros kollaborátorok is, mint Kalu Zsófia és mások, azt gondoltuk, hogy esetleg szimulálunk egy kvantumszámítógépet, egy fotonikus kvantumszámítógépet, ami pont egy ilyen kvantumneurális networköt hoz létre, hogy az meg tudja ezt oldani, ezt a feladatot, és hát most nem mutatom be ezt a neurális hálózatom, de nagyon hasonló, mint amit mutattunk, nem lineáris optikai elemek is voltak, ami persze nehezíti, ez kísérletben nagyon nehéz végre beletenni, de vannak trükkök, amikkel egyébként meg lehet oldani. Például méréses posztszelekció, úgyis, hogy nem veszünk egy ilyen külön nem lineáris optikai anyagot, hanem más módszerekkel meg lehet oldani, és azt találtuk, hogy a klasszikus neurális hálónál egy ilyen fair összehasonlításban, tehát ilyen például a paraméterek meccselnek, és így tovább, gyorsabb, és hogyha még egy extra trükköt bevetettünk, akkor még gyorsabb igazából ahogyan egy ilyen kvantum neurális háló ezt a feladatot, ezt a egyensúlyozást meg tudná oldani, és végtelenségig fönn tudja tartani a rudat a kiskocsinak, akármennyire is rezeg. És hát mások is rajtunk kívül természetesen mutattak ilyen biztató eredményeket. Bizonyított eredmény azért nincsen, hogy lesz gyorsabb. Ezek ilyen, hát ugyanúgy, ahogy klasszikusan is, ezek elég heurisztikusak, ezek a gépi tanulási algoritmusok, amikről, ahogy hallottuk, következő atomcsillán lesz szó. Na de ehhez mi kellett, hogy ezt végrehajtsuk? Hát egy optikai kvantumszámítógép szimulátor, és hát igazából ahhoz képest, hogy sima, kubiten alapuló kvantumszámítógép szimulátorok, azok
rengeteg van a világon, minden nagy cég, minden ilyen nagy tech cég próbál csinálni a sajátját, például ahogy a legismertebb az az IBM-i, a Qiskit, akkor a Google megcsinálta a sajátját, a Circuit, akkor a Microsoft a C-Sharp-ra építve megcsinálta a Q-Sharp szimulátorát, és hát a hatalmas verseny is folyik, hogy akkor ő a legjobb amerikai egyetemeket lesti pistapizzák, hogy ezt vagy azt a szimulátort használják. Ehhez képest a optikai kvantum számítógép szimulátorban tulajdonképpen egy van csak, méghozzá éppen annak a kanadai cégnek a szimulátora, a Xanadu, akit meséltem, hogy csinálja az egyik ilyen chipet, ugye a másik volt a holland, a Qix, nekik nincsen, mire majd vissza is térek, és ezért hát úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne egy ilyet építeni, és összefogva az LTIK-val és a külföldi az ELTE TTK-val és a Lengyel Tudományos Akadémiának az Elméleti Fizika Kutatóintézetével elkezdtünk egy ilyet megvalósítani, és majd amikor az előadásom felkerül a YouTube-ra, illetve Facebook-ra, ezeket majd meg is adom, már most meg lehet adni, hogy hol lehet letölteni a GitHub-on ezt, illetve lesz egy ilyen online szolgáltatásunk is, annak is majd a YouTube-ra föl fogom rakni a címét, és ennek van ilyen nagyon egyszerű ilyen az online szolgáltatásnak ilyen kapu-rakosgató módszere, de lehet másképpen is, tehát van egy ilyen Pythonos kódja is, amit itt építettünk, és azóta egyébként pont a kanadai cég már meg is keresett minket, mert írtunk már egy cikket is, és tulajdonképpen átvettek egy modult, és itt most akkor itt itt igazából, bocsánat, itt mennek a igen, itt tulajdonképpen már megy egy ilyen kis, jó kis kommunikáció közötte. Tehát hogy néz ki ez? Tehát van egy ilyen frontend, ami egy ilyen Python alapú, és igazából a backend, tehát ahol ahol a számításoknak a részei vannak, az is van egy ilyen Python alapú, illetve egy Python C++ alapú, és hát egy nagyon érdekes dolgot is csináltunk, ezt főleg a Rakita Péter a ELTE Fizikai Intézetben a Komplex Rendszerek Fizika Tanszékén dolgozó kolléga segítségével, egy úgynevezett FPGA kártya segítségével, illetve hát abban meg egy szoftverrendszer, ami a köré répül, azzal még egy nagyságrendű gyorsítást tudtunk végezni. Itt van bekötve a 4 FPGA kártya. És hát emellé még egy dolgot szeretnénk, és hát nem tudtam, hogy ilyen jól fog kijönni, amikor jelentkeztem, hogy a atomcsillt tartanék még az ősszel, vagy amikor felkértetek, és én mondtam, hogy ilyen. Ugyanis itt lesz egy meglepetés a végén, ugye azt is szeretnénk, hogy egy valódi kvantum, optikai kvantum számítógéppel is működjenek ezek hozzá legyen kötve a mi szimulátorunk. Tehát legyen az, hogy klasszikusan szimuláljuk azokat a kvantumos áramköröket, amiket szeretnénk meg esetleg legyen egy valódi. És hát igazából már egy kicsit tárgyalásban is voltunk ezzel a megnevezett holland céggel, a Qix-el, de még egy jobb helyzet dolog történt. Az történt, hogy a Kvantuminformatika Nemzeti Labor keretében a Eötvös Loránd Egyetem megvett egy ilyen chipet. Itt van, kimásoltam itt a LinkedIn profilt, amit ez a cég írt, és akkor volt egy másik válasz, ugye az ELTE-től, itt látjuk a kollégákat, igen, Kozsik Tamás és Vattai Gábort, és már meg is érkezett ide, úgyhogy most szeretnénk majd ehhez kötni, ehhez a számítógéphez kötni ezt a szoftverrendszert, és majd akkor a diákok is
elérhetik meg az érdeklődők. Persze azt is szeretnénk, hogy maga a cég is a nagyobb kvantum számítógépeihez, ez egy 8Q módusú lesz, majd használja a mi szoftverünket. Jó, hát akkor köszönöm szépen ezzel a hírrel, ami teljesen friss, ez most érkezett meg, talán tegnap, vagy tegnap előtt ez a kis csíp ebbe a nagy fekete dobozba, ezzel véget is ért a mostani előadásom.